Egészen gyerekkorunktól fogva a történetmesélés és a történetekre való nyitottság határozta meg a mindennapjainkat. Szerencsés emberré tesz bennünket, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Az összes kurzusunk nagyon tanulságos volt, amit itt az egyetemen, illetve az LTS tartozó ötvös kollégiumban töltöttünk, tehát mindkét intézményre úgy tekintünk, hogy nagyon sokat tett hozzá a szemléletmódunkhoz, az elemzés módokhoz, és ezt úgy a szépírásban, mint pedig értelemszerűen a kutatás során PhD hallgatóként kamatoztatjuk. Az itt megszerzett tudásanyag, az ismeretek, illetve a módszertani megközelítések nagyon sokat segítettek abban, hogy nem csak más művekhez, hanem a bennünk hömpölygő történetekhez is másképp viszonyuljunk, olyan részleteket, olyan szegmentumokat is észrevegyünk, amelyekre korábban a figyelmünk nem terjedt ki. Az életünket 99%-ban egy hosszú-hosszú beszélgetés teszi ki, ebből születnek aztán az írások, néha nem is tudjuk, hogy hol a határ, tehát elkezdünk beszélgetni, és abból aztán a papírra kerül valami. Az egyikünk az magyaráz, mászkál az asztal körül, a másikunk gépel és formálja ugyancsak a mondatokat, és aztán 10 percenként helyet cserélünk, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy melyik mondatot melyikünk találta ki, mert az egyikünké, a másikunké. Azt, hogy milyen műfajú, milyen műnemű lesz ez az adott szöveg, azt mindig az adott terv határozza meg. A megszületés pillanatában már eldől a formanyelv is, hogy ezt milyen struktúrában lehet ábrázolni a leghitelesebben. Lesz majd minden esetében, az volt világos, hogy egy hosszú próza érkezik majd a papírra, de azt nem tudtuk, hogy most ez végül is a novella keretein belül marad, vagy regény lesz belőle. Én úgy emlékszem, hogy körülbelül 3 fejezetet után jelentettük ki, hogy hát ezt végig kell vinni, és csak jöttek a történetek. Ez nem egy tervezett, teljes mértékig tudatos folyamat volt, hanem nagyon sokat ötleteltünk, spontán helyzetekben is belefutottunk egy-egy történetbe, és ezek már egyfajta szűrőn keresztül menve egy vázlatot hoztak létre. A regénynek a főszereplője, Balogh Simon, a 19.-20. század fordulóján egy faluban él, egy fiktív faluban, aminek Éget Halom a neve. Balogh Simonnak egy nagyon furcsa, némiképp a szeretetet nélkülöző gyerekkor után az az elhatározása születik, hogy ő a saját családjának, a saját környezetének egy sokkal boldogabb életet biztosít, ambíciója van, tervei, vágyai, tulajdonképpen ezeknek a sikeréről, illetve kudarcáról szól a történet. Az egyik szálban. De természetesen nem csak Balogh Simont ismerhetjük meg a regényben, hanem ott van körülötte az egész falu, ez a kitalált égethalmi társadalom, és a realitás elemein túl, a történelmi környezeten és a különböző mezőgazdasági termelési módokon kívül, ugye van egy misztikus mesei szál is a regényben, Égethalom elhunyt valamikori lakói ugyanis az évben egyszer a kikísérés ünnepén visszatérhetnek, és befolyásolhatják tevőlegesen az élő falusiak életét. Április 17-én 5 órakor lesz a bemutató a Toldy Ferenc könyvtárban. És nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.